Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, és jöjjön a Hogyan farmoljunk macskákat című előadás. Mit kell csinálni? Elsősorban mindazoknak, akik rendelkeznek egy dojo-val, vagy dojo-ban vannak, kérhetik szépen eljönni a Dojo Tenno laborjában, és a Kavat Inkubátor Segment Research-et el kellene indítani. Nincsen pánik, srácok, aki nincs klámba, az is meg tudja szerezni az inkubátor upgrade szegmenset. Mégpedig, ha farmoljátok a Hieka mestert, a Hieka master, a macskáknak a mestere, tudjátok, a lángszórós kis hülye, ami össze-vissza szórja a tüzet, na ő nála lehet ezt farmolni, ők dobják. Én nemrég csináltam meg egy forma alertet, és ott annyi Hieka master jött, hogy kidobta ezt az inkubátor szegmest. Enélkül nem tudtok elindítani macska research-et, nem tudtok elindítani macska, hogy hívják ott, tenyésztést. Na most, következő, én is mindent most járok, először live-ba, első kézből kapjátok meg, hogy lássátok, hogy milyen, én is annyit tudok róla, mint ti. Amit még viszont tudok, és most átruccanunk az űrhajóba, na igen, ilyenkor szokott lenni mindig egy bug, de ez most már nincsen benne. Átutcanunk az űrhajóba, amit tenned kell még, ugye én megkaptam alerten most ezt a szegmenset a Hieka mestertől, így néz ki, kavat inkubátor agresszor, mert kell hozzá argon kristály, 10 kavat genetik kód, macska genetikus kódja kell, és alloy plate kell még hozzá. Na most, a genetikus kódot megszerezni a macskához, srácok, példának okáért az Orokin Derelictet ajánlom szeretettel, ami most már így néz ki. Elmentek a Derelictbe, Exterminationon 100% hogy találtok ilyen macskákat. Akinek nincs Orokin Derelict, hogyha az Eris, mert még lecsekkoltam az Eris, mert az Eris normálisan ez a macska infested környezetben van. Szóval elmentek az Erisre, még mindig infested, és itt kerestek ilyen macskákat, valahol kinek sok szerencsét, de az Orokin Derelictben biztos, hogy találtok. Na most megkerestek a macskákat, legyetek szempülesek, mert hogy láthatatlanok tudnak lenni, de ha leszkenneled őket, a szkennerrel, amit az arzenálban pakolsz fel, szintézis szkenner, kódex szkenner, mindegy, de vagy viszel magaddal Helioszt, mindegy, ha leszkenneled, rád fog támadni, nem egy nagy ellenfél, le kell zúzni a rákos fenébe. Leszúzzátok, miután beszkenneltétek, természetesen előbb beszkenneljük, csak utána öljük meg a macskákat, és cserébe 10 szkennér kapsz, 10-szer leszkennelet kapsz egy genetikus imprintet, szóval lesz farmolás bővivel, 10 genetikus kódimprintet megszerzed, és elkezded lefarmolni. Én ezt most a ti kedvetekért lerassoltatom, mert hogy miért ne, és hölgyeim és uraim, megpróbáljuk berakni most ezt a szegmest, ide fogjuk és berakjuk. Voilà, c'est fini, Kavat Inkubátor Upgrade Segment is, tehát őszinte leszek veletek, én úgy döntöttem, hogy platfiú leszek, én megvettem a starter kitet, mert kurvára nem drága, azt kell, hogy mondjam, tehát itt van a Kavat starter kit, 95 plat, már az összes platomat, azt a 180-at, ami volt, erre költöttem, hogy megvegyem ezt a starter kitet, csak hogy elkészíthessem nektek ezt a videót, mert amúgy farmolni kell a macskákat folyamatosan, hogy megkapt ezeket a genetikus imprinteket, úgy farmolni, hogy szkenneljétek, ne üljétek, szkenneljétek, csak utána üljétek meg. Úgyhogy most megpróbálunk létrehozni egy macskát élőben nektek, itten, lássuk mi van. Van kavat genetik kódunk kell még 10 darab, szóval jó farmolás, srácok, megyünk, macskát kell szkennelni, get an inkubátor az megvan, szabad stázis, no aktív lesz, szóval szükségem lesz, el kell mennem farmolni genetikus kódokat a macskákon, és onnantól kezdve már is rágyúrhatsz, de tudjátok, de már nincsen 95 platom, de megnézzük, hogy a macskáknak a marketben van-e valami, csak genetikus imprintet lehet-e tőlük venni.
nem nagyon akar reagálni a market. A lényeg az, hogyha kifarmoljátok ezeket a cuccokat, de most akkor miért nem lehet keresni a marketben? Össze-vissza buggol még az új update. A lényeg az, hogy elmentek, farmoltok, szkennelitek a macskákat, farmoljátok a macskákat, és akkor ugyanúgy, mint a kubrókat, többé valószínű, nem egy nagy dolog, ugyanúgy, mint a kubrókat, rámentek, hogy begin incubation, és voilà, Sefini. Cavity can be collected by scanning wild cavets or purchasing them from the market. Na, akkor mégis lehet venni őket a marketből, csak nem tudni, hogy honnan. Megpróbálunk, hát csak működik, nem működik a market. Egyelőre a market be van bugolva, tehát akkor vesz a genetikus imprintet csak a marketből, esetleg. Vagy szkennelitek a macskákat. Nálam most már így kifagytam a Plotball című történet áll fönt, úgyhogy marketból jelenleg semmit nem tudok venni, de hogyha mondjuk nem kerül olyan sokba 10 darab, akkor meg lehet oldani. Ennyi lett volna ez a rövid videó, így lehet macskákhoz jutni. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!